Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, a mai vendégünk Nagy Miklós, a Vasas FC sportigazgatója, akinek gratulálok, hiszen feljutott a Vasas az első osztályba. Jó kis év volt. Jó évünk volt, igen. Én viszont azt mondanám, hogy nyújjunk egy kicsit vissza, mert hogy most itt megbeszéltük, hogy négy évvel ezelőtt beszéltünk először, amikor én. ezt a munkát te elkezdted, akkor elmondtad, hogy mi az, amit szeretnél véghez vinni a következő években, mi az, amit sikerült megvalósítani, mi az, ami esetleg még várat magára? Hát én azt gondolom, hogy úgy, ha most így mérleget vonunk, akkor szinte minden sikerült, amit akkor nem emlékszem már, hogy akkor miket mondtam, de ugye az, nagyjából a szándékaimra igen. Én azt gondolom, hogy minden sikerült, az út az, az rögös volt, indult az első két év, az az, az akadémiáról szólt, és szerintem ez itt teljesen rendjén is van, hiszen, hiszen, az alapokat ott kellett letenni, és ez a, akár a klub filozófiánkat, akár a stratégiai elképzeléseinket tekintve ez egy, ez egy teljesen logikus felépítés volt, és és talán ott azt mondhatom is, hogy, hogy mentes volt az az első két év, és hát ugye 19 decemberétől jött a felnőtt csapat nála a, a szerepvállalásom, én, én, szerintem ott azért egy kicsit rögösebb volt az út, hiszen, hiszen hétről hétre kellett teljesítenünk, és ugye a, az első fél szezon, meg a következő szezon az, az ugye két bronzérmet hozott, amit mi sikertelenségként Értékeltünk, hiszen nem jutott vissza a csapat az mb be és ez, ez, ez régi vágya volt már akkor a szurkolóinknak. De attól függetlenül én úgy érzem, hogy a, a háttérben olyan munka zajlott, ami megalapozhatta a mostani ö, sikert, és és a, az a munka is benne van a, ebben, ebben az évben, ami pedig hát most ez az év már a sikerekről szólt valóban. Amikor az ember belekezd egy ilyen folyamatba, akkor van egy elképzelése arról, hogy körülbelül mi fog történni. Volt olyan, ami itt a rögös útról beszéltél, ami nagyon meglepett, ami nagyon más volt, mint amire számítottál, ami sokkal nehezebbé tette az adott pillanatot, mint gondoltad. Ez de a, hogy alapvetően úgy lehet összehasonlítani talán az akadémiai, ugye akkor az akadémiáról kezdtünk el beszélgetni, az akadémiai munkát és a, a felnőtt csapatnál végzett munka között leginkább az a különbség, hogy itt hétről hétre az a teljesítményt Van egy állandó eredménykényszer, mi mindig ezzel indultunk neki, így indult a szezon, és De itt De neked igazából... ez nem, nem szokatlan az üzleti életből nézve? Nem, nem volt szokatlan, csak talán alapvetően az, 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 az nehéz, és nem csak feltétlen az én szempontomból, hanem az összes részvevő szempontjából, hogy itt, itt már az volt a hírértékű, hogyha mi, hogyha mi akár döntetlent játszottunk, hm. hogyha nem olyan volt a játékképe, mint amit elvártak egy vasastól. Tehát rettenetesen nagy elvárások voltak rajtunk, és, és nincs ezzel gond, ezt vállaltuk, és ez egy kellemes dolog, csak ez alatt kell teljesíteni, és, és, és így kellett állandó nyomáskényszer alatt teljesíteni. Itt az volt a, a, a hírértékű, hogyha, hogyha mi nem nyertünk, és az ellenfeleink számára pedig az másik erő volt, hogyha pontot csentek tőlünk. Ettől függetlenül szerintem ebben az évben már ez, ez nem látszott a csapaton annyira. Lenne még néhány személyes kérdésem, mert ugye azt szokták mondani, hogy miután te tulajdonos is vagy, hogy a tulajdonos kezében nagyon jó helyen van a csapat, mert hogy azért ő tudja, hogy a saját pénzével is gazdálkodik, de én azt hiszem, hogy ez nem mindig előny. Tehát nyilván nem költi az ember a saját pénzét olyasmire, amit uh, úgy gondol, hogy nem érdemes, viszont ez egyfajta nehézség is akkor, amikor mondjuk rizikót kéne vállalni, akkor azért az ember tulajdonosként jobban meggondolja, hogy hajlandó -e rizikózni vagy sem. Ez milyen szempontból előny és milyen szempontból hátrány, te hogy érezted az a múlt négy évben? Én úgy gondolom, hogy alapvetően előny, de összetett a kérdés. Nagyon jó a kérdés, nagyon összetett. Ugye az akadémián ott, ott 79%-ban vagyok többségi tulajdonos. A felnőtt csapatnál ott, ott inkább egy vagy egy marginális, tehát hogy 20%-ban vagyok tulajdonos, én, én, én inkább ez utóbbi szempontból világítanám meg. Van egyfajta sztereotípia ö, ezzel kapcsolatosan, hiszen alapvetően ö, van erre példa Magyarországon és külföldön is, de előfordulhat, hogy, hogy abból a, az oldalról, arról az oldalról van megközelítve, hogy tulajdonos és operatív vezető ez többnyire elválik. Én ennek inkább az előnyös oldalát érzékelem, ezzel a, a kisebbségi tulajdonással szerintem a, a döntéseimnek a, a hitelességét tudom erősíteni, hiszen a saját pénzemet is kockáztatom ebben a ebben a felállásban. Egyrészt, másrészt kibővülnek a lehetőségeim olyan tekintetben, hogy anyagi felelősséget tudok vállalni a döntéseimért. Rettentő sok energiát tettél az elmúlt négy évben ebbe. Akik ismernek téged, azt mondják, hogy szinte az összes területen elindultál, képezted magad Magyarországon és külföldön is. Mi az, amit a legfontosabb, így utólag, amiről azt gondolod, hogy a leghasznosabb volt ezek közül? Ezek egy idő után összeérnek, és, és, és metszeteket képeznek, úgyhogy minden egyes képzés fontos volt. Elvégeztem két edzői képesítést, sportigazgató képzés, az nagyszerű volt egyébként, azt gondolom, az, az első volt Magyarországon, és azok, a, a, azok a, akikkel én akkoriban végeztem, most nagyjából ez a, ez a, ez a nemzedék van a sportigazgatóként a, a, a az nb csapatok élén, tehát akár Hajnal Tamást említeném, vagy, vagy, vagy Révész vagy tehát azok, akik az osztálytársaim voltak, gyakorlatilag mi most talán tudjuk hasznosítani azt a tudást, amit ott, amit ott szereztünk. Az akadémiai képzés is hasonló metódus szerint zajlott számomra, az is nagyon, nagyon sok tudást hozott. Nyilván a, a gyakorlat az az, ami a legfontosabb, és ez közben... De az meg megvolt. Az pedig egyrészt megvolt, másrészt pedig közben is ö, ö, szereztem a tapasztalatokat. Nagyon intenzív négy év van mögöttem, ez, én szeretem a képzéseket, és ez egyébként mindegyik nagyon-nagyon hasznos volt, mindegyik kiegészíti egymást. Mi az, amiben változtatni kell most annál fogva, hogy az MB2-ből az MB1-ben fog a csapat teljesíteni, költségvetésben, játékos keretben, bármi másban? Hát mi nem szeretnénk nagyon-nagyon jelentős változtatásokat, hiszen a, a jelenlegi, az, hogy most itt beszélgethetünk, és, és hogy föl tudtunk mutatni most valamit, én szerintem ennek egy, egy elég jelentős pillére az, hogy következetesen végeztük a munkánkat, és, és nagyjából egy, volt egy stratégiánk, tehát azok közé tartozunk, akik, akik, akiknek, akiknek, volt, és igyekeztünk ezt következetesen ezen az úton járni. Ennek egyik jelentős szegmense az, hogy hogy kötöttünk hosszabb távú szerződéseket játékosokkal, és a második is, második vonalban is igyekeztünk Hát olyan játékosokat igazolni, akik zömében majd az élvonalban is a segítségünkre lehetnek. Én nem mondom azt, hogy ez a keret most kész, hiszen egyrészt egy keret soha nem lehet kész, folyamatosan alakítani kell, hiszen emberekről van szó, akik adott esetben változhatnak, a külső körülmények is változnak, másrészt mások a lehetőségek az élvonalban is. A a, az MB2-ben, tehát folytatjuk tovább azt a munkát, amit megkezdtünk, de nem kell most nekünk teljesen új keretet építenünk. Ugye erre láttattunk példákat a, a múltban, nagyon komoly hátrány lenne az, hogyha nekünk most egy szét kéne zavarnunk, és egy, uh -huh. a csapatot és egy teljesen új csapattal kellene nekiállnunk, hiszen hogyha még ha ezt, ezt jól tennénk, akkor is sok idő lenne, amíg ez a csapat összecsiszolódna. Inkább erősítenünk kell szinte minden csapat részben, az gondolom. A stadionról hadd kérdezzelek egy kicsit, mert mi az elmúlt években nagyon sokat beszélgettünk itt azokról a stadionokról, amelyek épültek, és a, a tiétek különleges abban a tekintetben, hogy valószínűleg pont az a méret, ami a Vasasnak jelen pillanatban a legmegfelelőbb, sem nem kisebb, sem nem nagyobb, mint amilyennek lennie kellene. A szurkoló tábor mennyire változott azzal, hogy hogy ezek a körülmények is megváltoztak? Hát szerintem a szurkoló tábor alapvetően nem változott a, a kérdésed első részére. Válaszul szerintem ez egy megfelelő méretű stadion. Tehát ez nagyon sokáig téma volt, hogy, hogy nagyobb stadion kellene a Pasasnak, és, és miért nem 20 ezres. Én ebben nem foglaltam állást, de most azért azt el tudom mondani, hogy szerintem ez a stadion ez éppen megfelelő méretű, nagyon jó a hangulata, valódi hazai körülményeket biztosít nekünk, és állíthatom azt, hogy ez, ez előny. Tehát, ha csak objektíven nézzük, akkor az elmúlt két és fél évben egyetlen egyszer hagytuk el úgy a pályát a, a hazai pályánkat, hogy, hogy vereséggel szerintem azért ez, ez önmagáért beszél, és hát lehet látni azt, hogy egész más a játékképe nekünk a hazai körülmények között. A közönség hát legfontosabb, szerintem az összetevője ennek az egész történetnek, úgyhogy nagyon-nagyon szeretném azt, hogyha a, talán itt a, a szezon utolsó mérkőzésén volt az a hangulat, egyébként, hogy ez nem volt egy könnyű mérkőzés, hiszen nagyon gyorsan komoly hátrányba kerültünk, ennek ellenére szerintem hétről hétre egymásra találta a, a közönség és a, a csapat. Az utolsó mérkőzésen volt a, a katasztróf hiszen ott, ott ott azért ünnepelthettünk és ünnepeltünk is. Nagyszerű hangulat volt a cára annak, hogy, hogy ugye nem volt parádé, de a csapat megmutatta az erejét, és, és, és talán a közönség az egész éves teljesítményünket értékelte. És most mi a rövid távú, illetve a hosszabb távú cél a csapatnál? Hát ugye alapvetően az, a, csak az lehet a cél, hogy stabilizáljuk a helyzetünket a, az élvonalban, tehát más nem is lehet. Nem szeretnénk magunkat elaltatni azzal, hogy túlértékeljük a jelenlegi erőnket, tehát én nagyon örülök annak, hogy végre nem. Azzal a, azzal a teherrel kell majd hétről hétre szerepelnünk, amit az elmúlt két évben el kellett viselnünk. Nem mi leszünk most alapvetően az esélyesek, nem az lesz a hírértékű, hogyha, hogyha esetleg pontot veszítünk, viszont szeretnénk a, a hosszú távon, a kérdésed második részére válaszolva, szeretnénk azért a vasas hagyományaihoz méltóan szerepelni, követni azt az utat, amit elkezdtünk. Gratulálok a feljutáshoz, és akkor kívánok sok sikert a következőkhöz. Köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm hozzá. szépen én is. A nézők figyelmét pedig köszönjük. Viszontlátásra.